Köszöntöm az esti mérleg nézőit, elkészült a Túrózsáki úti szabadidőpark, ahol játszótér, sportpályák és meg annyi minőségi sporteszköz várja kikapcsolódni vágyókat. Erről lesz szó a mai műsorunkban. Júliusban még így nézett ki az a szabvölgyjárok melletti terület a Túrózsáki utcánál. Ekkor jelentették be, hogy a munkálatok napokon belül elkezdődnek, a szakemberek pedig egy szabadidőparkot alakítanak ki néhány hónap alatt. Szeptember elején már látszódott, hol kapnak helyet a sportpályák, a játszóterek. Több ezer köbméter földet mozgattak át a munkagépek, hogy minden a helyére kerülhessen. December elejére pedig elkészült a Túrózsáki úti szabadidőpark. Sportpályák, játszótér, fitnesseszközök, rehabilitációs sportszerek várják mostantól a sportolni vágyókat Öreghegy lábánál, az Aszalvölgyi járok mellett. Jó a játék kint a téren, napsugaras levegőn, száll a madár, száll a jóket, fényes égig levegő. Így köszönték meg a környékbeli ovisok az új játszóteret. A gyerkőcök már birtokba is vették a város legújabb építményét. Modern játszóeszközök, hinták, csúszdák és sportpályák várják mostantól a mozogni vágyókat. Talán a város legkomplexebb sportpályáját építhettük itt meg. Van egy műfüves focipálya, egy kosárpálya, nagyon sok szabadtéri fitness, szabadtéri kondi eszköz, egy nagyon jól felszerelt játszótér és egy nagyon különleges, mozgáskorlátozottak számára készült játszótér is van rögtön a bejárat mellett. Ehhez egy akadálymentesített vizes blokkot is ki tudtunk alakítani, és egy 400 méteres műanyagborítású futópálya. Tehát azt gondolom, hogy ilyen komplex, minden igénykielégítő sportpályát még nem építettünk Fehérváron. És ahogy látom, este is jöhetnek akár majd sportolni, de a fehérváriak, hiszen közvilágítás is épül. Így van, mind a pályák kaptak világítást, mind pedig a futópálya, illetve a játszótér egy közvilágítási hálózatot is kapott, tehát ezt is ki tudtuk építeni. Minden rendben volt egyébként az építkezés során, tehát tudták tartani a szakemberek az ütemet? Nagyon rövid határidőt kaptunk az önkormányzattól, tehát alig 2 hónap állt rendelkezésünkre, és azért rengeteg munka volt, tehát itt a nagyon komoly szintkülönbség volt, rengeteg földet kellett megmozgatni, és ahogy azért látszik, hogy rengeteg eszközt telepíteni, pályákat építeni, a sietségen kívül egyébként minden rendben volt, tehát tudták a kollégák, nagyon sok szakágnak kellett összehangolni a munkáját, eléggé kis területre kellett összezsúfolni, vagy összekoordinálni ezt a rengeteg tevékenységet, úgyhogy azért volt probléma kivitele, de szerencsére határidőre be tudtuk fejezni. A füvesítés, illetve a műanyag burkolat, ami az időjárás miatt már nem végezhető el most november végén, december elején, az marad kora tavaszra. Úgyhogy tavasszal lesz a teljes egészében elkészült ez a sportpálya. A szabadidőpark egy újabb közösségi helyet jelent a városban, mondta Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András kiemelte, nagyon sok felszárú növényt ültettek el a területen. Úgy gondolom, hogy megint egy lehetőséget, egy közösségi teret jelent. Itt most az Öreghegy alján vagyunk, és a környezetében élő sok-sok ezer embernek ad ez egy jó lehetőséget arra, hogy akár a játszótérre, akár a fitness játszótérre, akár egy jó kocogásra, futásra, akár valamilyen sportnak az űzésével, saját egészségével, védelme, prevenciós célokra használják majd ezt a területet. Ugye azóta nagyon régóta jogos igénye a környéken élő embereknek, hogy legyen egyrészt egy közösségi tér, másrészt sportolásra lehetőség. Ezt most szerencsére bruttó közel 260 millió forintból ki tudtuk alakítani. Nyilván azt gondolom, hogy igazán birtokba majd a telet követően, a tavaszi időszakban veszik ezt a emberek, akkor fognak azok a műanyag elemek is még a futópályára rákerülni, amik igazán befejezetté teszik ezt a területet, de azt gondolom, hogy valóban nagyon nagy terület, és egy igazi kis mini halesz alakult ki itt a Túrózsáki úton számos fejlesztéssel, és ezen belül azért kiemelném, hogy több mint 4200 cserje került el ültetésre, és közel 80 fa, tehát itt egy zöld terület lesz tavasztól, és azt gondolom, hogy ez is fontos, hiszen nem mindegy, hogy milyen környezetben jön a környező óvoda, iskola, vagy egyáltalán a környéken élő családok. Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretni fogják ezt a helyet. Én kérem mindenkitől, hogy vigyázzunk is erre a helyre, hiszen nyilván nem olcsó, és nyilván a fenntartása, az üzemeltetése sem olcsó. Látni, hogy ezt ingyenesen lehet használni, tehát itt mindenkinek csak a saját idejét kell arra áldozni,
hogy a saját egészségével foglalkozzon, és akár a gyermekeivel együtt eljönjön ide egyet játszani, egyet sportolni. Én tényleg abban bízom, hogy nagyon-nagyon sokáig fogja ez a környéken élőket szolgálni. Miért fontos, hogy több városrészben is legyenek ilyen és ehhez hasonló létesítmény? Én gondolom, hogy pont ebben van a lényeg, hogy több városrészben. Tehát, hogy viszonylag a lakó környezethez közeli helyen legyen játszótér, legyen sportolásra alkalmas hely. Látjuk, hogy ahol egy-egy ilyen helyet kialakítunk, ott megjelennek a futók, megjelennek azok, akik a fitness játszóeszközöket használják, rögtön elkezdenek az emberek sportolni, és azt gondolom, hogy szociálisan is fontos, hiszen itt egy futócipő kell, meg egy ruha, amiről mindenkinek magának kell gondoskodni, az összes többi itt van és rendelkezésre áll. Tehát nem pénzügyi kérdés mondjuk egy család életében, hogy ezeket a játszóeszközöket, ezeket a sportolási lehetőségeket használják, és szerintem ez is fontos, és ne kelljen érte sokat utazni, ne kelljen érte átszelni a várost, hanem a lakó környezetéhez közel találjon egy-egy ilyen közösségi teret. Ugye jövőre folytatjuk ezt a programot, hiszen a palotavárosi tava környékén is elkezdődik egy volumenében ennél még egyébként jóval nagyobb, de hasonló jellegű fejlesztés, és nem titok, hogy gondolkodunk más területein is még a város, ahol egy-egy ilyen komplexumot ki szeretnénk alakítani. Az a tapasztalat, hogy ezt az emberek nagyon gyorsan megszeretik, gyorsan használatba, birtokba veszik, és kifejezetten nő azoknak a száma, akik ezeket az eszközöket, vagy éppen a futás lehetőségét kihasználják. Elárulhatjuk-e, hogy melyek ezek a területek? Gondolkodunk, ahogy említettem, a palotavárosi tavak környékén, ennek a területnek ugye a teljes befejezésén, illetve fekete egy száraz réten is van hasonló jellegű cél, és a vízivárosban is van egy terület, ahol képviselőasszonnyal már tárgyalunk, és hasonló jellegű fejlesztést szeretnénk kialakítani. Szerintem fontos, hogy minden városrészben legyenek közösségi terek, és az is fontos, hogy minden városrészben legyen elérhető sportolási lehetőség. Különleges az új parkban, hogy a városban már sok helyen megtalálható fitness eszközökön kívül mozgáskorlátozottaknak is épült egy speciális játszótér a mozgáskorlátozott parkoló mellett. A kihelyezett elemek már használhatóak, de tavasszal még akad munkájuk a szakembereknek. Nagyon-nagyon várták már az öreghegyiek azt, hogy itt is legyen egy sportpálya, egy futófelület, valamilyen focipálya, kosárpálya, és ez a hely ez nagyon alkalmas volt erre. Nagyon sokan megállítanak, és nagyon sokan kérdezik, hogy most már mikor vehetik birtokba, úgyhogy nagyon örülünk neki. Már az elkészült elemek használhatóak, és tavasszal pedig, amikor jobb lesz az időjárás, akkor meg tényleg teljes fényében fog pompázni ez a sportpálya. Mi az, ami még hiányzik? Mi az, amit még tavasszal meg kell csinálni? A rekordtámborítást nem szerettük volna letenni, hiszen most már ebben az időjárásban elfagyna a gumiborítás, úgyhogy ezt nem akartuk kockáztatni. Ez hiányzik, egy biciklitároló hiányzik még, azt hamarabb pótolni fogjuk, és hát a fű majd kinő. 2006-ban, amikor eladták itt a sporttelepet, akkor fogadtuk meg, hogy építünk egy új sportpályát ide, és szerintem sikerült is. Igaz, 11 év kelt el, de megígértük, és itt van ez a sportpálya. Nagyon számítottak rá a lakosok, mert nem volt az egész környéken az öreghegyi lakosoknak se lehetőségük sportolásra. Be kellett nekik utazni egy kicsit beljebb a városra. Itt szerintem itt a város szélén mindenki megtalálja a sportoláshoz való eszközöket, és nagyon-nagyon örülni is fognak, hiszen számos intézményeink vannak, középiskola, általános iskola, óvoda, és már birtokba is vették a gyerekek. Mintegy 260 millió forintos beruházásból olyan komplexumot épített a város, amely a legkisebbektől a családokon a sportolni vágyó fiatalokon keresztül az idősebbekig mindenkinek kínál mozgási lehetőséget egy zöld, egészséges levegői környezetben. Egy fantasztikus szabadidő és sportpark szélén állunk most, itt mögöttünk látszik a focipálya és a különféle eszközök, amik itt a Túrozsáki úti parkban találhatók. Ez egy közösség központja lehet, közösségképző erő, hiszen itt már a kisiskolások és a nagyobbak is azonnal birtokba vették az eszközöket, annak ellenére, hogy még hideg van. Én azt hiszem, hogy itt az öreghegy lábánál az öreghegyieknek ez egy fantasztikus lehetőség, hogy kikapcsolódjanak. Itt van mellettünk a Spár, hogy vásárlás előtt, után itt sportoljanak, edzék magukat. Miért fontos egyébként, hogy a városban különböző helyeken legyenek ilyen létesítmények? Hát nagyon fontos az egészségünk, és amikor az egészségügyről beszélünk, akkor nem csak arról kell beszélnünk, hogy kórházat fejlesztünk, kórházat
építünk nagyon-nagyon több, mint 10 milliárd, 15 milliárd, 10 és 15 milliárd forint között költöttünk ebben a ciklusban a Székesfehérvár-Szentgyörgyi Kórház fejlesztésére. De bár ez az orvosoknak rossz hír, azt szeretnénk, hogyha minél kevesebben kerülnének kórházba és vennék igénybe az egyre jobban fejlődő egészségügyi ellátást. Ez is része ennek az egészségmegőrzésnek, a prevenciónak, ezért vannak a szűrőprogramok, amin mindenki már időben értesülhet arról, hogy esetleg kialakulóban lévő betegsége van, amit meg tud előzni, és az orvosi tanácsra mozoghat és kikapcsolódhat itt ebben a parkban. És hogy az első tesztelők mit szólnak mindehhez? Tetszik. Miért tetszik? Mert zöld a fű, friss a levegő, és lehet sok-sok játékot játszani. A Kondi Park, meg az, hogy sokat lehet itt játszani, meg hogy sok játékot lehet játszani, meg lehet, meg nagy tér van, meg a levegő is friss. Nagyon tetszik nektek ez a friss levegő. A Kondi Parkban mi tetszik neked a legjobban? Az, hogy lehet mászókázni is. Meg fekvőtámaszt csinálni. Milyen játékokat láttál még egyébként, ami tetszett neked? Csúszda, ilyen billegő híd, ilyen tányérhinta is volt. És ezeket is ki szeretnéd majd próbálni? Igen. Szerinted vissza fogsz meg ide jönni játszani? Szerintem igen. Ezek a csúszdák nagyon modernek látszanak, és elég jó itt a levegő is. És mi az, ami még neked tetszik itt? Az, hogy lehet fogócskázni. És mit gondolsz, vissza fogsz még ide jönni játszani, csúszdázni esetleg? Igen, mert ez egy jó játszótér. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!